egy karácsonyi lakástüzet szimuláltak a Mátészalkai tűzoltók. A Vármegyei Katasztrófavédelem minden évben felhívja a figyelmet arra, hogy milyen veszélyeket rejt az adventi és a karácsonyi időszak. Ezeken a képeken is jól látszik, hogy egy rosszul elhelyezett gyertya vagy csillagszóró pillanatok alatt tönkretehetik az ünnepet. Éppen ezért fontos, hogy csak a megfelelő előkészületeket követően gyújtsuk meg ezeket a díszfényeket. Az első és legfontosabb, hogy a gyertyákat gyertyatűkre, illetve fémtartókra helyezzük el, és magát az adventi koszorút semmiképpen se papír vagy éppen műanyag alátétre, hanem valamilyen hőálló alátétre helyezzük el, és olyan helyre, ahol nincsenek éghető anyagok, például ne az ablak mellé rakjuk, ahol esetleg fellángolhat a függöny is volt hasonló eset két évvel ezelőtt Nyíregyházan egy Vasvári Pál utcai ingatlannál. Az adventi koszorún meggyújtották a gyertyákat, ám este lefekvés előtt elfelejtették elfújni a lángokat a gyertyáról, és úgy feküdtek le aludni, nem sokkal később pedig arra keltek fel a tulajdonosok a lakásban, hogy füsteltelítődött az egész ingatlan. Természetesen tudták, hogy mi lehet a veszélyforrás, azonnal kimentek a konyhába, mert ott gyújtották meg az adventi koszorút, amelyet felhelyeztek az ablak mellett Belső párkányra, és sajnos maga az ablak üveg és a párkány is károsodott, szerencsére ott sem történt személyi sérülés, de ezért mondjuk, hogy nagy odafigyeléssel kell ezt az időszakot is végigvinni, hiszen senki sem szeretne esetleg a tűzoltókkal karácsonyozni. Nem csak a gyertyák, csillagszórók okozhatnak lakástüzet. Az ünnepi készülődés nagy része a konyhákban zajlik. Párhuzamosan több főzőlapon és sütőben készülnek az ételek. Fontos azonban, hogy a sürgésforgásban is figyeljünk a biztonságra. Tavaly a Vármegyében is volt rá példa, hogy konyhatűz miatt vonultak karácsonykor a lánglovagok. December 25-én karácsonykor egy máté lakásban egy konyhában ott felejtették az olajat a tűzhelyen és meggyulladt az olaj. A lángok károsították a páraelszívót is, valamint a konyhabútort. Természetesen a tulajdonosok azonnal értesítették a tűzoltókat, majd megkezdték a lángok oltását. Személysérülés nem történt. A kiérkező hivatás Tűzoltók, a helyi tűzoltók már csak az izóparázsló részeket hűtötték vissza, valamint átvizsgálták az egész helyiséget, de oda kell figyelni, hiszen a lakástűzek zöme emberi gondatlanság, figyelmetlenség, mulasztás miatt történik ebben az időszakban is. Fontos, hogy a fényfüzérek, égősorok minőségét azelőtt ellenőrizzük, mielőtt kihelyeznénk azokat a silány vagy hibás termékeket pedig ne használjuk. A katasztrófa védelem arra is felhívja a figyelmet, hogy kültéren csak a kifejezetten odavaló díszítést használjuk. Tavaly, az adventi időszakban és karácsonykor 61 lakásban keletkezett tűz szabolcs már berekben, melyek egy része kifejezetten az ünnepi készülődéshez köthető.